A nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és hogy itt a felvezetőben elhangzott ugye a Sorsod Borsod a mai beszélgetésünk címe, de én azt gondolom, és az a szomorú, hogy ez ma már lassan nem csak Borsod megyére, hanem az egész országban egy nemzetstratégiai kérdés lesz az, hogy hogyan tudjuk Magyarországon megoldani azokat a településeken a közbiztonságot, ahol ezek egyre rosszabbak. Úgy szoktam fogalmazni, hogy Magyarországon is egyre inkább létrejönnek a nyugat-európaihoz hasonló nógózónák, ahol jól látszik az, hogy élet munkája megy tönkre, ahol az embereknek sem az értékei, sem az élete egyre kevésbé nincs biztonságban, és azt is láthatjuk, hogy nyilván az értékeik és a házaiknak az értéke is folyamatosan csökken. Nagyon sokan beszorulnak ezeken a településeken, és talán el sem tudják hagyni még, ha akarnák sem, mert nem tudják megvásárolni az ingatlanok értékéből, hogy egy másik településen, egy másik ingatlant a saját maguk számára és gyakorlatilag ellehetetlenülnek. Azt kell mondani, hogy olyan tisztességes emberek, akik egy életen át fizetnek társadalombiztosítást, adót, akik dolgoznak, azok akár úgy fejezti be az életüket, hogy nincsenek biztonságban, és hát gyakorlatilag a értékeik nem érnek semmit, a gyermekeikre, az unokáikra nem tudnak hagyni házat, mert ezek az ingatlanok, ezek eladhatatlanok. És azt gondolom, hogy ez a jelenség, most már nyilván nem az elmúlt néhány évben alakult ki, hanem az elmúlt 30 évben egyre inkább és egyre markánsabban jelentkezik. Nyilván régen azt mondhattuk, hogy Borsod, Szabolcs, Nógrád megyére jellemző, de ma már tulajdonképpen az egész országban is itt van egy nagyon friss példa. Ugye buszsofőreket vertek meg több településen, itt Miskolcon is, de nem csak Miskolcon, hanem akkor a napokban a Szabolcs megyei. Napkoron a Pestvár megyei, Török Bálinton vagy Pécsen. Tehát jól látszik, hogy bizony-bizony ezek nagyon komoly problémák, és a mi hazánk mozgalom, illetve a mi hazánk mozgalom a szövetséges szervezetek, mint a betyársereg, illetve a magyar önvédelmi mozgalom folyamatosan kapja az ország különböző pontjairól a segélykérést az emberektől, mert bizony azt is látjuk, hogy a magyar hatóságok képtelenek rendet tenni ezeken a településeken, és uh, nincs rend. És akkor át is adom a szót itt mellettem Kirityán Zsoltnak, a vezetőjének. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen az érdeklődést, főleg ebben az iszonyatos nagy melegben. Hát én gyorsan két dolgot tudok elmondani nektek ebből a kérdéskörrel kapcsolatban. Annak idején a Betyáserek két irányelvet hirdetett meg. Az egyik az önvédelem, illetve az önszerveződés. A másik pedig az, hogy ha cselekszünk, akkor mindig nagyon figyeljünk oda, hogy a törvényes, hatályos jogrendel párhuzamosan tegyük, amit teszünk. Tehát ne kövessünk el semmilyen formában törvénysértést. Igenis, jelen pillanatban a úgynevezett törvények lehetőséget adnak arra, hogy egy adott önszervezési folyamatban igenis képesek legyünk arra, hogy megvédjük önmagunkat. Nagyon fontos dolog, hogy egy bizonyos formában a hatósággal is találjuk meg az összekapcsolódást, és mindenképpen a tevékenységünket a hatóság tudtával és beleegyezésével legalizáljuk. Mert nagyon sok olyan gazember van, aki a természetes önszerveződést, illetve a természetes önvédelmet nagyon szereti kriminalizálni és egyfajta bűncselekmény kategóriába betolni. Lásd, önbíráskodás, vagy lásd bármilyen fajta rasszista bűncselekménynek az elkövetése. Tehát ugye az Attilával már mondhatjuk azt, hogy nagyon sokszor álltunk bíróság előtt mert a különböző jogvédő szervezetek, és akkor nevesítsük őket, TASZ, Amnesty International, Helsinki Bizottság, vagy, vagy lehet itt a különböző, most már ugye túlszaporodóban lévő cigány jogvédőket is ugye feltüntetni, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy itt Magyarországon olyan közállapotok uralkodjanak, ami megágyaz egy olyan szituációnak, ami akár egy fajlázadás, lázadás, vagy akár egy fai konfliktus kialakulását segíti elő. Tehát nagyon legyünk észnél, hogy mindig is a törvényes irányvonal mentén cselekedjünk. Aztán szóval folytatom, csak Attilának átadom a szót, mert nyilván neked is lenne pár hozzáfűzni valód. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A csodálatos napsütéses idő és a 35 fok ellenére is vagytok olyan bátrak, és itt helyet foglaltok a színpad előtt, mit kicsit előnyösebb helyzetbe vagyunk. De hát mi is ott vagyunk azért a tűzvonalban, meg a fronton, és a Zsolt is fogalmazott. Tehát tényleg nagyon oda kell figyeljünk. Én pont most élek át egyébként egy ilyen időszakot, amikor nagyon helyesen megfogalmazta Zsolt, nem csak a külföldről pénzelt ügy, ügynökszervezetek, szervezetek a, a TASZ, a Helsinki Bizottság Amnesty International, hanem a menet közben ugye felburjánzó, meg, meg egyre nagyobb feltűnést kereső és egy nagyobb felforgató tevékenységet folytató hazai, etnikai, kisebbségi vezetők is, akiknek a tevékenysége egyébként borzasztó, káros, és tényleg kialakulhat egy olyan helyzet, hogyha nem vagyunk észnél, amíg egy polgárháborús állapothoz vezethet. Hát nagyon sokszor, nagyon sok településen már majdnem ki is robbant. Igazából nagyon sokszor egyébként mi vagyunk azok, a, akik ezt a folyamatot megállítják, és pontosan azzal, hogy a mi tevékenységünk ugye mindig jogszerű, törvényes, nálunk például a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjainál, ugye ha nem is feltétlen belépésnél, de általában törekszünk rá, hogy akkor, de egy idő után ugye a, az új tagjainknak egy állampolgár jogi ismeretekből összeállított feladatlapot ki kell tölteni, egy ilyen kis házi vizsgának nevezzük ezt. Tehát ez nagyon fontos, hogy mi, ugye, akik napi szinten képviseljük a, a magyar honfitársainak az érdekeit, a védelmét, egyrészt tudjuk, hogy miért vagyunk ott, másrészt magunkat se keverjük bajba. Ugye olyan támadások vannak most ellenünk, tehát most jelen állás szerint köszönhetően ugye, a Száva Vince féle felforgató alakoknak, Budapesten, Monoron, Pilisen, Békés megyében most zárult le velem szembe a nyomozás. Ugye nem tudták bebizonyítani azt, hogy a jogosulatlan közbiztonság javító tevékenységnek a, a látszatát követtem el a bajtársaimmal együtt, tehát a bíróság ugye ezt, ezt nem tartotta megalapozottnak. Viszont vannak olyan rendőrök, akik valóban... Mellettünk állnak, és a többségén azt gondolom, hogy ilyen. De vannak olyan rendőri vezetők is, hogy akik egy felfele való megfelelési kényszer hatására vagy miatt olyan nyomozásokba kezdenek velünk szembe, és olyan olyan feljelentéseket kreálnak saját maguk, ehhez ugye megkapják az indítatást a különböző jogvédőnek álcázott felforgatóktól, és képesek arra, hogy belálljanak ebbe, nyomozzanak és egy olyan anyagot tegyenek le a bíróság asztalára, amit szinte már, mit tudom én, nagyon nehéz megfordítani. Ennek ellenére mégis a Batonyai Járási Bíróság úgy döntött, hogy a rendőrség vádjai nem állják meg azt a tevékenységet, amit ők úgy véltek, hogy elkövettünk, és megszüntették velem szembe a közbiztonsági a tevékenység jóslatlan végzésének, a látszatának a keltése miatt a, az eljárást. Úgyhogy mi pont itt egyébként aláírást gyűjtünk a Möm sátornál, a standunknál. Pontosan olyan törvényt szeretnénk, hogy a magyar kormány alkosson jogszabályt arra vonatkoztatva, hogy a rendvédelmi szervek működjenek együtt a jogi személlyel nem rendelkező személyi egyesülésekkel. Erről legyen törvény, mint akár a betyársereg is ebbe a kategóriába tartozik, a magyar önvédelmi mozgalom is ebbe a kategóriába tartozik. Tehát ne az legyen, hogy nekünk kelljen ugye ügyeskedni, meg minden egyes kimondott szóra odafigyelni, hogy olyan törvények vannak életbe, ami pontosan ellehetetleníti, vagy el akarja lehetetleníti, vagy olyan irányból tudnak támadást indítani ellenünk, amely, ami, csak akarnak gyakorlatilag. Tehát euh, itt euh, én azt, szer, azt szeretném így zárszónként erre a kérdésre válaszolni, hogy itt a kormánynak kellene lépni egy, ebbe az ügybe. Én ugye megkerestem ez ügybe egyébként a belügyminisztériumot is, a belügyminiszternek, Pintér Sándornak írtam egy levelet, ugye feltártam a, azt a látenciát, ami Magyarországon ugye itt körbeveszi a közbiztonsági kérdést. Tehát ugye Magyarország jelenleg a világ 13. legbiztonságosabb országa a statisztika szerint. Csak akkor kíváncsi lennék arra, hogy a másik 182 az, az milyen állapotok uralkodhatnak, mert ha ez tényleg valóban igaz, akkor, akkor az borzasztó lehet a többi 182, mert Magyarországnak az egyes területei, települései, vagy település részei, ahogy Zoli is mondta, de akkor az már nógó no zónának számítanak. Tehát nem mer egy normális átlag állampolgár Magyarország egyes falvaiba, egyes város bemenni, mert ilyen hárlemi meg csikágói állapotok uralkodnak. De mondhatjuk akár, ugye beszélgettünk, hogy arlói állapotok is vannak már. Ezt igazából még csak annyival kiegészíteném, ha már itt tartunk a no zónáknál. Azért ugye említettem az előbb a buszsofőrök megtámadását. Én emlékszem arra, amikor gyerekkoromban Miskolcon a buszon csak egy lap volt kiragasztva, amin az volt rajta, hogy fagylaltal, benzines kannával, meg rádióval nem lehet felszállni a buszra. Na ma ott tartunk, ott tartunk hogy a Miskolci testületi ülésen a rendészeti beszámolóban van a következő mondat, idézem, vannak olyan buszjáratok Miskolcon, ahol szükséges az egyenruhás jelenlét. Tehát ez az, amikor arról beszélünk, hogy van-e Magyarországon dolgozóna, vagy nincs. Tehát azt gondolom, hogy a valóság az nap mint nap cáfolja a statisztikát, nap mint nap cáfolja a hivatalos kommunikációt, és ugye ennek megfelelően mi rengeteg megkeresést is kapunk. Igaz? Így van, és akkor meg kell említeni itt a MÁV-nak a különböző ugye, vonalait, ahol szintén ugye, rendőr, illetve biztonsági őr nélkül már ugye, nem nagyon tudnak közlekedni ezek a ugye, a szerelvények. Ugye többek között erre is nekünk kellettet fölhívni a figyelmet, mert egy, emlékeztek még 2019-ben egy közös vonatozás során, ugye, hívtuk rá, vagy hívtuk fel a figyelmet azokra az áldatlan állapotokra, amik a vasútnál is ugye uralkodnak. De nagyon fontos dolog az, hogy a betyárseregnek egy olyan harcmódját, hogy ismertessen veletek, hogy mi hogy küzdünk ezzel a fajta jelenség ellen. Mi általában mindig, tehát hogyha találkozunk egy problémával, van, van egy segélykérés, és értelemszerűen a segélykérésre a rendőrség nem akar reagálni, akkor mi mindig ezt úgy oldjuk meg, hogy egy szép nagy létszámba, oda vonulunk a bűnelkövetés helyszínére, szolidaritásunkat ugye fejezzük ki az áldozattal, jelezzük a külvilág irányából, hogy kiállunk mellette. Na higgyétek el, innestől kezdve a rendőrség a megfelelő létszámmal, a megfelelő állományjal és a megfelelő hozzáállással kezeli a továbbiakban az ügyet. Tehát itt megint arról van szó, hogy a társadalmi szolidaritás létszükség lett ahhoz, hogy ezeket a problémákat kezelni tudjuk. Tehát becsukott szemmel soha ne menjünk el embertársaink, nemzettársaink problémája mellett, mert ami őket éri, az holnap bennünket fog. Ez, ez pontosan így van, és azt gondolom, hogy ezt uh, tapasztalhatjuk Miskolcon is. Én azt szoktam mondani, hogy a város tulajdonképpen egyre inkább lyukósodik, és ez uh, sajnos jól látszik a városon, de ugye az egész országban ez a helyzet, tehát nem csak uh, Miskolcon, ezt azért uh, hangsúlyoznám, és jó jól tudom, akkor Attila, hozzátok is sűrűn érkeznek a, a kérések. Hát csak még a Zsolti ut utolsó mondatához szeretnék reagálni, tehát tényleg itt az ideje a társadalmi, már régen itt az ideje egyébként, és most már ezen túl vagyunk, hogy szurkol, szurkolunk egymásnak, meg szimpatizálunk egymásnak, meg szurkolunk a betyárseregnek, meg a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak. Igen, és itt van az ideje annak, hogy akik itt nálunk is érdeklődtek a Mömstannál, hogy nagyon örülünk, hogy szimpatizáltok velünk, de most már itt az ideje, hogy egy erős közösséget alkossunk, összefogjunk, nem kell feltétlen betagozódni a Magyar Önvédelmi Mozgalomba, vagy a betyárserekbe, azt gondolom, hogy Zsolti nevében nem akarok nyilatkozni, de tényleg egy szorosabb köteléket, egy kapcsolatot kell kiépítsünk egymással, és mindenkinek, aki, aki, úgy gondolkozik, vagy úgy érez, mint mi, akkor nekik is a tettek mezejére kell lépni, fel kell emelkedni a fotelből, vagy a számítógép Elő, vagy el kell hajítani a mobiltelefont a sarokba, és ki kell menni az utcára, és kiállni egymásért, és kiállni a védtelen honfitársainkért. Nagyon fontos, hogy helyetted, illetve nélküled nem tudjuk megoldani a problémát, ahhoz kell lesz te is. Ne azt várd el tőlünk, idézőjelben, hogy akkor mi most rendteremtő, rendfenntartó előként lépjünk fel. Mi oda megyünk hozzád, segítünk neked, de ez kell, az is, ahogy mondtad, hogy emeld fel a segged a fotelből, és lépj a tettek, a cselekedetek mezeére. Pontosan ez a lényeg. Illetve segítségkérésekkel kapcsolatban, amit Zoli felvetett. Tehát ő, ma is folyamatosan csörög a telefonom, éppen félúton tóalmásról hívott egy idős hölgy, aki ott vásárolt magának házat. Most rettenetes módon elterjedt ez a, ez a non-stop bulizgatás itt a etnikum részéről, a kisebbség részéről, akik már lassan a többen vannak, mint mi ugye sajátságos kultúrát képviselnek, egy eltérő kultúrát, amit ugye nagyon, nagyon zavaró tud lenni, főleg egy idős személynek és a mellette ugye még, még fenyegetik is életveszélyesen, meg az élete kioltását is ugye kilátásba helyezik, és ugye a rendőrségnél sem talál minden esetben ugye segítségre. Most ez a hölgy hozzánk fordult út közbe, De ilyen, ilyen segítségkérés napi szinten 3, 4, 5 van, ami csak nálam jelentkezik a, a Magyar Önvédelmi Mozgalom információs vonalán keresztül. Tehát ez már számunkra is kezelhetetlen egyébként. És mi tényleg egy nagyon aktív mozgalom vagyunk, én azt gondolom, tehát igyekszünk mindenhol ott lenni, de hát ugye a bajtársaimnak a, a, döntő többsége, vagy szinte mindenki ugye munka mellett végzi ezt a társadalmi vállalását. Tehát egy-egy akció megszervezése ugye azért, azért sok esetben nem olyan egyszerű. Ezért nagyon fontos, hogy minél többen legyünk, hogy mindenhol létrejöjjenek ezek a önvédelmi közösségek, Zsolt is mondta, nagyon szívesen elmegyünk bárhova segíteni, de cserébe elvárjuk ott ottani lakosoktól, hogy fogjanak össze, és együtt közösen védjük meg az életterünket. Mi település centrikusan igyekszünk szerveződni a Magyar Önvédelmi Mozgalom, a térségi szinten. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több településen és minél több térségbe jöjjenek létre ezek az önvédelmi közösségek. Itt példaként tudnám felemlegetni a a régi Délbékési szebb csapatunkat, vagy a Magyar Önvédelmi Mozgalom néhány évvel ezelőtt nagyon erős volt Délbékésben, ott, ott 60-70 fővel voltunk, 7-8 településen összesen. És az egy tényleg egy olyan visszatartó erőt jelentett akkoriba, hogy ott ö, volt olyan település, ahol még, még egy gyufásdobos sem mertek ellopni, mert tudták, hogy ott vannak a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai, és az nem fog következmény nélkül maradni. Tehát össze kell fognunk és erőt kell mutassunk, és rendet kell tenni, vagy megpróbálni minél nagyobb rendet tenni ebben az országban, ameddig nem késő. És nyilvánvaló, hogy ebben az összefogásban, ebből nem maradhat ki a politikai vezetése. én azt szoktam mondani, hogy bizony ahhoz, hogy rend legyen ebbe az országba vagy egy-egy településen, ahhoz szükség van a politikai akaratra is. És ez egy nagyon fontos, nagyon fontos kérdés. Én azt látom, hogy ma Magyarországon ezekben a kérdésekben az elmúlt 30 év kormányai megengedőek. Megengedőek és liberális módon kezelik, próbálják meg ezeket a problémákat megoldani. És azt gondolom, hogy ez komoly probléma. És nyilván itt jön be a politikai pártoknak a szerepe, meg a képviselőnek a szerepe, akinek az a feladata, hogy politikai nyomást gyakoroljanak az adott kormányra, az adott hatóságokra annak érdekében, hogy minél jobban tudjanak dolgozni, az itt elhangzott. Ugye van olyan eset, amikor a rendőrség esetleg jobban oda teszi magát, hamarabb oda teszi magát, hogyha valakik szintén megjelennek a településen, akár a betyárság, akár a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak a tagjai. És azt gondolom, hogy ez akkor is igaz, hogyha a politikának is vannak elvárásai. Hiszen ezen hatóságok vezetőit egyébként a politika nevezi ki. Mi azért, mi azért fizetünk egyébként adót, hogy ezek a hatóságok, ezek minket védjenek. Azt már ugye rengetegszer hallottuk, hogy az autósokkal szemben zéró tolerancia van. Ha az ember 60-as táblán 65-tel megy, akkor nem kérdezik meg, hogy esetleg megijedt, azért lépett a gázra, vagy mi történt vele, csak jön a csekk, és be kell fizetni. Érdekes módon, amikor ezekben a zónákban bemennek, akkor mindig keresnek valamilyen mentő körülményt. Ugye mindig szokott az jönni, de szegény. Ez sem lenne probléma, csak én azt mondom, hogy meg kellene különböztetni az, hogy ki miért szegény. Van, aki azért szegény, mert a tiszai árvíz elviszi az ingatlanját, van, aki azért, mert a szocpolos ingatlanjából eladja az ajtót meg az ablakot. Tehát azt gondolom, hogy igen, ma már különbséget kell tenni a között, hogy ki az, aki önhibáján kívül kerül nehéz helyzetbe, és azt segíteni kell, és ki az, aki esetleg azért, mert nem is akar azért tenni, hogy jobb helyzetbe kerüljön, csak elvárja, hogy adott esetben a többségi társadalom segítse őt folyamatosan. De azt gondolom, hogy ez nem fog menni a végtelenségig. Tehát ezt így ebben a formában nem lehet a végtelenségig támogatni, és éppen ezért nagyon fontos a politika szerepe. És én nagyon sokszor elmondtam, hogy például nagy probléma az, hogy Magyarország nagyon sok településén és megyéjében ugye megszavazzák a közbiztonsági beszámolót. Tehát itt Miskolcon is. Egyébként miközben még a Fidesz is az a kampány, hogy romlott a közbiztonság, nyilván nekik ez most ellenzékből egy jó téma, de azért ők is elfogadták a közbiztonsági beszámolót, mint ahogy elfogadták a balliberális képviselők a jobbikkal együtt, egyetlen nem szavazat volt az enyém, tehát a mi hazánk mondott nemet Miskolcon a közbiztonsági beszámolóra. És ezt akkor is elmondtam, hogy azért fontos, mert ha az ország 3200 településén nem szavaznák meg a politikusok a közbiztonsági beszámolót, akkor bizony Pintér Sándor kellemetlen helyzetbe kerülne. Így azonban mindenki elfogadja a Pintéri rendet. A hát Pintér Sándor azt mondja, hogy hát, uraim, hát a helyi képviselők megszavazták, hát miről beszélnek? Nyilván vannak kisebb problémák, de hát alapvetően minden település elfogadta a közbiztonsági beszámolót. Hát hol van itt nagy gond? Nincs nagy gond. Az ott élő képviselők szerint sincs nagy gond. Tehát itt a probléma, hogy megalakuló képviselők vannak, akik gyakortak ebben a kérdésben, és ebben a kérdésben mind a két fél egy követ fúj. Tehát nincs köztük különbség. 30 éve nincs közöttük különbség. És kicsit itt csatlakoznék, hogy azért a nemzetközi szervezetekhez is, mert azért ez tény, hogy hatalmas nyomást gyakorolnak, például akár a TASZ, mondjuk akár a rendvédelmi szervekre is, vagy akár egyébként az önkormányzatokra. Tehát a TASZ-nak a honlapján néhány évvezet olvasható volt, hogy olyan önkormányzati rendeleteket támadtak meg, amelyek véleményem szerint egyébként a rend érdekében születtek. Tehát volt olyan Borsod megyei község, amelyik például kikötötte azt, hogy akkor kaphat valaki lakhatási támogatást, hogy a többek között például rendben tartja a kerítést, és egy évben legalább kétszer az árkot kitisztítja. Na, ott azt mondta, hogy ez szegényellenes, rasszista, kirekesztő, és megtámadta, és egyébként megnyerte a pert. És az önkormányznak vissza kellett vonnia ezt a, ezt a rendeletét. Tehát ez már csak azért is felháborító, hogy a TASZ szeret a demokrácia mellett kiállni, és ezt azt ne felejtsük el, hogy ezeket az önkormányzati döntéseket demokratikusan megválasztott képviselőtestületek hozzák. Tehát akkor, amikor a TASZ egy ilyen kérdést megtámad, akkor egyébként a helyi demokráciát támadja, és a helyi demokráciát kérdőjelezi meg. Csak úgy mondom, zárja, megjegyzem. Tehát azért mondom, hogy ezek, és nagyon komoly tényezők, nyilván a Mi Hazánk Mozgalom már jelezte, hogyha a TASZ ilyen és ehhez hasonló dolgokat folytat Magyarországon, akkor bizony el kell azon gondolkodni, hogy akár ki is kellene tiltani Magyarországról, hiszen Nyilván nem az ország érdekeit szolgálja. Én azt látom, hogy általában a rendbontók oldalára áll, a rendel szemben, márpedig azt gondolom, hogy az országnak az alapja és alapérdeke az, hogy rend legyen ebben az országban. És azt gondolom, hogy pontosan ezért nagyon fontos a politika szerepe is. Tehát fontos, hogy ott legyünk az utcán, és fontos, hogy ott legyünk a parlamentben, illetve az önkormányzatokban. És, az, és aki ott van, az pedig álljon ki bátran és tegyen meg mindent, pontosan ugyanúgy, ahogy a Magyar Önvédelmi Mozgalom vagy a Betyársereg tagjai is. És ugye van még ugye szintén nagyon fontos kérdés, én azt gondolom Magyarországon, ez pedig ugye nyilván a felelőtlen gyermekvállalásnak a, a kérdése, ami ugye azt gondolom, hogy nem nagyon sokára nemzetstratégiai kérdés lesz. Tehát azt gondolom, hogy támogatni kell a felelős gyermekvállalást, viszont a felelőtlen gyermekvállalásnak a kérdésében, azért azt gondolom, hogy inkább fel kell vetni a szülők felelősségét is ennek a kérdésében. Nem tudom, milyen esetekkel találkoztok-e. Abszolút nagyon sokkal, és sajnos azt kell mondjam, hogy még úgy mond a saját nemzetünkön belül is. Tehát nagyon sok felelőtlen szülő van, aki tétlenül nézi, hogy idézőjelben ez a fajta gettó szubkultúra, ugye ami ma egy, a mai bűnözési formának egy arculata, az beszippancsa a gyerekét. Sajnos beszélnünk kell arról a jelenségről is, hogy idézőjelben nagyon sok az úgynevezett fehér szemét, ha lehet ezt így mondani, társadalmunkban, ami, ami asszociálódik azzal a bűnözési formával, ami akár borsod, akár ugye a nyílség, vagy akár most már lehet ide sorolni Nyugat-Magyarországot is tönkre teszi a mindennapokban. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy a szülők igenis figyeljenek oda, és rendkívül, rendkívül nagyon komolyan és tényleg jó irányba próbálják nevelni gyermekeiket. Mert annak semmi értelme nincsen, hogy felelőtlenségből, oda nem figyelésből, vagy akár csak nem törődömségből létrehozzák nekünk az antiszociális idióták légióit. Igen, én is azt látom, hogy ez, ez óriási probléma, és a a magyarok is, vagy a magyarság egy részére is jellemző sajnos már, hogy képesek ugye lesúszni erre a, erre a gettó sodó szintre. Tehát nagyon oda kell figyeljünk a, a gyermekeinkre. még visszakanyarodva egy kicsit az előző kérdéshez, ugye a, a kormány szerepére, vagy a, vagy a TASZ szerepére itt a kialakult helyzetbe. Tehát én közel húsz éve vagyok már egy már. 2007-ben aztán beléptem a Magyar Gárdába, nem sokkal rá lettem a Békés megyei kapitánya, és ugye a Magyar Gárdát, ugye a külföldről pénzelt ügynök és a hazai kisebbségi szervezetek nyomására ugye feloszlatta a bíróság, viszont a magyar kormány hozott rá törvényt, hogy ellehetetlenítse ugye ennek a további működését, alkottak egy jogszabályt a 2009-ben feloszlott társadalmi szervezetnek a, a, működése, vagy annak a öltözetébe, vagy mármilyen tevékenységébe való ugye megjelenés, a szabásértés, annak a szervezése már bűncselekmény. Ugye ez 2009-es, a 2010-es kormány ezt nem helyezte hatájon kívül, majd 2010-ben megalakítottuk a Szebb Jövőért Polgárőrséget, amelynek én lettem a az elnöke, és nagyon jól és nagyon hatékonyan tudtunk dolgozni a vidéki közbiztonságért, ugye ezt is betámadták ezek a szervezetek, feljeletek különböző helyeken az ügyészségnél, és ezzel a szebét polgárőrséggel olyan példaértékűen végeztük a, a munkánkat, hogy az OPS-es polgárőrök is hozzánk jártak már, ugye együttműködik, kérték, hogy vizsgáztassuk le őket, ugyek volt igazolvány, vizsgáltak mert őket nem vizsgáztatták le polgárismeretekből, ismeretekből, és egy elég komoly országos összefogás kezdett kibontakozni, egy új polgárőr szövetséget kezdtünk el létrehozni, majd ugye szintén a külföldi nyomás gyakorlásra ugye törvényt módos, egyrészt feloszlatták a, egy koncepciós eljárásba a szebb polgárőrséget, vagy szintén, és akkor már nem a gyurcsány kormány volt, a számostani kormány volt, szintén törvényt hozott módosította, hogy a polgárőrtörvényt, kitalálta az egyenruhás bűnözés fogalmát, kitalálta a jogoslatlan közbiztonságjavító tevékenységnek a látszatának a keltését, ami szintén szabásértés, de ennek a szervezése már bűncselekmény. Tehát, ugye, mintha összhangban működne, ugye elrendelik föntről a, a háttérhatalomból, ugye ezek a jogvédő szervezetek által, hogy akkor, akkor mutassuk meg az irányt a a kormánynak, a magyar kormánynak, és a magyar kormányok a mostani jelenlegi állás szerint ez hűséges csatlósként, ugye ezt végre is hajtják. És akkor 2014-ben alakítottuk meg a Magyar Önvédelmi Mozgalmat, tíz nappal utána, hogy feloszlatták a Szebb Jövőért Polgárőre Egyesületet, akkor annyira hasznosnak tartottuk ezt a tevékenységet, hogy ez a csapat nem mehet szét, úgy döntöttünk, és 56 fővel egy új mozgalmat indítottam útjára, itt már nem követtük el egyébként azt a hibát, hogy bejegyeztettük a Magyar Önvédelmi Mozgalmat, ezért van már fent több mint nyolc éve, és ugye igazából most engem tudnak gyűrni, ezért nyomoznak ellenem öt megyébe, meg a fővárosba, mert, mert most akkor így, így próbálnak valamit ellehetetleníteni, hogy akkor a, a vezért, vagy a vezetőséget, vagy a vezetőket ugye ellehetetleníteni, megrémízteni. Tehát, és sajnos most csak azt látom, hogy hogy a magyar kormány, vagy a magyar rendőri vezetés szintén együttműködő azokkal, a, azokkal az etnikai kisebbségi szervezetekkel, vagy a külföldi szervezetekkel, akik már Brüsszelbe is feljelentettek már engem, az egész világon most már mindenhol fel vagyok jelentve, és lassan mindenhol fognak nyomozni, de addig ugye még, még szerencsésnek tartom magam, meg, a, meg az isteni gondviselés úgy érzem, hogy kíséri a utunkat és a tevékenységet, amíg itt tudunk ülni a a társszervezetek vezetőivel is, is tudunk beszélgetni, és tudjuk folytatni a tevékenységünket. Tehát tényleg nagyon oda kell figyelni minden egyes cselekedetünkre, hogy a jogszabályok kereteit soha nem erítsük ki. És hát ugye, ha már itt tartunk, akkor azért azt mondom, nagyon fontos megígézni, hogy magát a kormány szereti konzervatívnak mondani. De hát fel kell tenni a kérdést, hogy vajon konzervatív az a kormány, amelynek a regnálása alatt az megtörténik, hogy a országot támadó embercsempészeket kiengedik a börtönből, miközben egyébként bírsággal sújtják a hazájukat védő mezőröket. Hát azt gondolom, hogy ez pontosan mindent elmond a kormánynak a konzervatívizmusáról. Én már most idézőjelbe tettem a kormány konzervatívizmusát. Hát azt gondolom, hogy ez, ez mint ebben a tenger, leképeződik benne pontosan minden, hogy miről szól ma a kormánynak a politikája. És jól látszik, hogy bizony itt ugyanazok a liberális elvek érvényesülnek, csak éppen másképpen kommunikálja. És azt gondolom, nagyon fontos az, hogy mi összefogjunk, és tényleg létrejöjjenek ezek a közösségek, hogy a elkövetkezendő, és azt gondolom egyre nehezebb időszakban tudjuk szolgálni a közösséget. Én köszönöm szépen a beszélgető társaimnak a mai beszélgetést, Attilának és Zsoltinak, és itt voltak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket.